Bár az alapszakasz utolsó két fordulójában vereséget szenvedett, az már korábban eldőlt, hogy a felsőházban végez a nyíregyházi csapat. Végül 12 győzelemmel, 3 döntetlennel és 7 vereséggel az 5. helyen zárta az alapszakasz Lovas Norbert együttese. A nyáron megfogalmazódott bennünk az, hogy jó lenne odaérni a felsőházra. Ezért úgy is igazoltunk, illetve olyan szakmai munka folyt, tehát a Bercivel kiegészülve és a Krizsával kapusedzői pozícióba, hogy tényleg teljessé vált a keretünk, és egy normális edzésmunkát végeztek a játékosok. Néha túlszárnyalta az elképzeléseinket ez az alapszakasz, mert azért voltak benne nagyon szép sikerek, voltak fájó vereségek is, de összességében én úgy gondolom, hogy a helyünkön vagyunk. Én az 5. helyet egyébként ilyen nagyon extra teljesítménynek tartottam szezon előtt. Szezon közben azért, amikor ott elkaptuk a fonalat, akkor már látszott, hogy tényleg meg lesz a felsőház, de nagyon örül neki az egész csapat, és ez egy tényleg klubtörténeti siker szerintem. Az alapszakasz gólkirálya a nyíregyházi színekben játszó brazil Gregory lett 25 találattal. Dávid Rihárd 8 góllal járult hozzá az alapszakasz 5. helyéhez. Én úgy gondolom, hogy a szezon közbeni 8 győztes mérkőzésnek köszönhető igazából az a jó szériánknak köszönhetjük azt, hogy most itt vagyunk a felsőházban. Nem igazán szeretnénk ezzel megelégedni, dolgozunk azért, hogy minél előrébb végezzük a bajnokságban, szeretnénk éremért játszani. Tudjuk, hogy nagyon nehéz lesz, tudjuk, hogy rengeteg munka kell hozzá, de úgy gondolom, hogy a csapat készen áll arra, hogy ezt az akadályt is megugorja. Mint a vezetőedző elmondta, sokat segítettek nekik a szurkolók, akiknek támogatására számítanak a rájátszásban is. A közönség az nagyon, nagyon nagy szerepet játszik abban, hogy biztat minket, és a sikerekből ők is kiveszik a részüket. Nagyon köszönjük nekik, és nagyon jó volt itt a Nyíregyháza ellen is játszani egy fantasztikus gála meccset. Majdnem teltház volt, sőt azt mondták, hogy az utóbbi években nem sokan voltak, tehát ennyien, mint most. Szerintem egy nélkülük nem megy, tehát semmilyen sportágban. Reméljük, hogy azért a rájátszásra is, hiszen Magyarország legjobb 6 csapata vesz részt benne, és szeretnénk, hogyha minél többen jönnének, és azért a többszörös bajnokokat fogjuk fogadni hazai pályán, és remélem, hogy azért közönségcsalogató lesz ezek a mérkőzések. Megpróbáljuk mindenkivel felvenni a kesztyűt, és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. A válogatott kuvaiti túrája miatt most szünet van a bajnokságban. A felsőházi rájátszást február 23-án Veszprémben kezdi a Nyíregyháza. Az első hazai meccsen február 29-én a haladás ellen láthatja a közönség Gregoriékat.